A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület udvara 4 napon át gyermekzsivajtól és népzenétől volt hangos. Több mint 80 lakója volt a sátortábornak, amelybe Vajdosság több helységéből, valamint a magyarországi Baksról, Ópusztaszerről és Hódmezővásárhelyről is érkeztek résztvevők. Ez a pár nap alatt széki táncokat tanulnak a gyerekek, de ez mellett még kézművességgel is foglalkoztattuk őket, ugyanakkor énekelni tanultunk, és versenyeztek, ki mit tud versenyen. Fiatalokról, gyerekekről van szó, akik már eleve táncolnak együttesbe vagy művészeti iskolába. Valamennyire meg van alapozva a tánctechnikájuk, tánctudásuk, úgyhogy ami ezt a részét illeti, én meg vagyok elégedve, hogy tulajdonképpen ez alatt a 4 alkalom alatt, vagy mondjuk ilyen csúnya szó, hogy 4 próba alatt, hogy sikerült megtanulniuk, bevágniuk a táncanyagot is. Tisza Kálmán falva és Baks 5 éve létesített testvértelepülési kapcsolatot. Az évek múlásával a két falu gyerekei között a kapcsolat folyamatosan erősödik, és mindig vannak újabb gyermekek is. Azért szeretem a táncot, mert ez egy hagyományos dolog, és én azért jöttem el ebbe a táborba, mert érdekelt, hogy ez milyen, és nekem itt nagyon tetszik. Sok embert megismerhetek itten, és barátkozás is egy jó dolog számomra is. Szeretek barátkozni. Most vagyunk itt először, igen, és hát mondták a többiek, hogy minden évben nagyon jó szokott lenni, nagyon kedvesek az itteniek, barátságosak, és nagyon szeretnek ide visszajárni, és akkor most eljöttünk mi is. A néptáncoktatás egészen felsőfokú és minőségi, és az emberek itt nagyon kedvesek, mindenkivel nagyon jól megvagyunk, és mindenki segítőkész. A tánc mellett a táborlakók verset írtak, festettek, kötélhúzásban vetélkedtek, gombot válogattak, és számos más kézműves foglalkozást kipróbálhattak.